Jó, akkor az eredeti szünet végeztével 9 óra 57 perckor folytatjuk a testületi ülést a következő napirendi ponttal. A beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok állásáról, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről. A képviselőtestület megkapta írásban ezt a beszámolót. Annyi kiegészítést tennék, vagy fűznék hozzá, ami a kiküldött anyaghoz képest változott, hogy a tegnapi napon együttműködve a konzorciumi partnerünkkel a többlettámogatás iránti igényünket beadtuk. Ez a 28/2002-es a határozatnak megfelelő, illetve ami dr. Balázs Gábor dandártábornok úr is említette, folyamatban vannak a humanitárius katasztrófában nyújtott segítség költségeinek, vagy többletköltségeinek az elszámolása. Ezt is a tegnapi nap folyamán benyújtottuk. Ugye ezt még a katasztrófa védelmi törvény alapján a polgármester igényli, így mind az önkormányzati kiadás részét is, mint a tankerületi részét is ugye így igényeltük. A későbbiekben ugye a 104-es kormányrendelet alapján kell majd elszámolnunk, tehát a jelenlegi 7 menekültesünkre, vagy menekültünkre ez fog már vonatkozni, ott a jegyzői ez az elszámolási feladatkör, ez csak egy ilyen kiegészítő tájékoztatás róla. Jó, és akkor megnyitnám ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban a vitát vagy tárgyalást. Akinek ezzel kapcsolatban valami kérdése van, azt kérem. Itt a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesületnek az épülete, hogy ugye nyertek a pályázaton, és hogy határozatlan idejű ingyenes használatba adás hatályba lép, de azt úgy beszéltük, hogy az 5 évre. Tehát ahogy a pályázat basszol. Igen, ugye jelenleg, tehát az szerepel is a kiküldött anyagban, hogy jelenleg a támogató jogirat még nem áll rendelkezésre. Tehát a Bethlen Gábor honlapjára felkerültek, mint nyertes pályázók, de támogató jogirat még nem áll rendelkezésre. Amint rendelkezésre áll, akkor ugye meg fogjuk tenni azokat, mert jelenleg ideiglenes használatban van a veszélyhelyzetben, és akkor ezt meg kell, tehát ezt rendesen jogi formába kell önteni. Akkor úgy fog szólni, igen, a kettő közti szerződésre a 5 éves jog, tehát onnantól kezdve, hogy a fenntartási kötelezettség végéig, és utána a testület. Illetve addig, amíg a testület dönt róla. Tehát ugye ez egy elméleti, meg ilyen elvi döntés így előzetesen, tehát hogyha a képviselőtestület azt mondja, hogy örökös használatba adja ingyenesen, akkor úgy fog dönteni. Nekem a Vásártér utca átnevezésével kapcsolatban lenne olyan kérdésem, hogy látom, hogy kimentek a korábban beszélt kérdőívek, illetve jöttek is vissza válaszok, de ide azon írva, hogy a előterjesztés kiküldéséig 9 válasz érkezett, amelyből 3 támogatta, 6 egyértelműen elutasítja magát a változtatást. Maga a tárgyalás korábban én úgy emlékszem, hogy úgy szólt, hogy lényegében kötelezettségünk van a névváltoztatásra, ilyen-olyan jogszabályi feltételek miatt, tehát hogy két utcának nem lehet ugyanaz a neve, és két utcának tekintjük ezt a két utcát, utcarészt. Tehát igazából a kérdésem az volna, hogy volt-e kérdés az, hogy támogatják-e magát a névváltoztatást, illetve jöttek-e be javaslatok? Mert ha jól emlékszem, nekünk a javaslatok voltak a lényeg, hogy jöjjön be. Igen, a javaslatok volt a lényeg, de ezt úgy értelmezték a lakók, hogy
hogy állást foglaltak abban, hogy nem kívánják, hogy változzon az utca neve. Tehát a javaslatuk az, hogy maradjon az utcanév, így értelemszerűen. Azt gondolom, hogy ebben az esetben, hogyha mi, ha minden visszaérkezik, vagy már teljes mértékben képbe leszünk, akkor annak ellenére, hogy elméletileg van egy ilyen jogszabályi kötelezettségünk, hogy egy kerületen belül, illetve egy településen belül azonos közterület elnevezés nem lehet. A képviselőtestületnek, illetve a jártasabb személyeknek, tehát jegyzőnek meg kell keresni azt a tekintve, hogy a többség nem támogatja a névváltoztatást. Tehát meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy milyen módon tudjuk a lakosság igényeit ebben az esetben legjobban szolgálni. Tehát, hogy legkevésbé fájjon az utcanév módosítása, vagy nem módosítása. Vagy milyen köztes megoldást tudunk erre keresni. Jó, tehát azt gondolom, hogy a képviselőtestületnek ebben az esetben is az lenne a feladat, hogy a lakosság igényeinek megfelelően járjon el, még hogyha azzal részben ellentétes jogszabályi kötelezettsége van is. Tehát, hogy keresse meg azt az utat, hogy esetleg nem feltétlenül teljes mértékben betartani. Bocsánat, a kérdőjük, ugye most úgy ment ki, hogy a utcanév változtatás van, akkor milyen javaslata lenne az érintett lakosságnak, akik ezt kiment, és akik javasoltak, azok javasoltak egyrészt, másrészt pedig ugye hát 6 válasz úgy szólt hosszabb indoklással, hogy nem az, hogy nem szeretnének mást, hanem kifejezetten ezt elutasítják, hogy módosuljon az utcanév. Most, bocsánat, az indoklások egy részében ugye az is szerepelt, hogy az okmányok megváltoztatása miatt, tehát ez egy hosszas procedúra. Most, hogyha ugye két közterületnek nem lehet azonos neve, hogyha a képviselőtestület mégis azt mondja, tehát azért kell ezt még tovább vizsgálnunk, mert lehet, hogy nem kifejezetten a vásártér elnevezéshez van érzelmi kötődése a lakosságnak, hogy mondjam, hanem az okmány probléma. Tehát azzal, hogyha azt mondanánk, hogy az egyik vásártér köz, a másik meg tér, most mondtam valamit, de ugyanaz maradna a név miatt, az érzelmi kötődés miatt, akkor sem oldanánk meg semmit, mert ugyanúgy az iratokon módosítani kéne. Tehát azért mondom, hogy most ebben a szakaszban vagyunk, hogy egyáltalán felmérjük, és akkor következő testületire is megint hozzuk. Ezt most tájékoztatásként tettük vele, hogy folyamatban van, és hát vizsgáljuk az eljárások, hogy kérdés, hogy ugye amikor ez a téma felvetődött, akkor ugye ez igazából egy ilyen lakossági bejelentés probléma volt. Oké, hogy van egy jogszabályi előírása is, de erre kaptunk már mikor észrevételt? Hatósági nem. Nem hiszem, hogy bármelyik hatóság azt különösebben vizsgálná, hogy az adott településeken vannak-e azonos nevű közterületek. Tehát addig amíg valahol ez ki nem derül, és nem okoz problémát.
Elnézést, a következő napirendi pont, rendeletmódosítás az önkormányzat helyiségek és lakásbérletről. Gyakorlatilag a jegyzői lakásként emlegetett Dózsatér 552 jelenleg üresen álló lakás vonatkozásában szükséges ezen rendeletmódosításunk. Egy lakossági kérelemnek megfelelően a képviselőtestület korábban döntött arról, hogy ezt a helységet üzlethelységként kívánja a továbbiakban hasznosítani. Jelenleg a lakásrendeletünkben ez a helység ugye lakásként szerepel, ennek a módosítására van szükség, tehát mint látható, ez pusztán egy technikai kérdés, hogy utána mód és lehetőség legyen a korábbi döntés szerinti üzlethelységi hasznosításra a képviselőtestületnek. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestületnek van valami kérdése, hozzászólása? Jó, ha igen, elnézést is. Igazából az, hogyha ezt megtesszük, akkor jól értelmezem, hogy akkor a mi rendeletünkben is üzlethelyiségként fog szerepelni, és a tulajdoni lapon is üzlethelyiségként fog szerepelni, tehát kiadhatóvá válik rögtön mindenféle egyéb papírozás nélkül is. Egyéb papírozás nélkül? Vagy egyéb adminisztratív tevékenység nélkül, úgy értem. Tehát van még. A rendeletünk alapján meg kell pályáztatni a helyiséget. De kiadhatóvá válik. Igen, kiadhatóvá. Jó, rendben. Tehát ez a lépésünk, tehát azért mondtam, hogy ez pusztán, tehát ahhoz, hogy a képviselőtestület döntését effektív végre is lehessen hajtani, ahhoz szükség van. Mert a rendeletünkben ez lakásként szerepel, és most üzletességként. A lényeg az, hogy nincs több lépés kiadható a megfelelő szabályok szerint. Tehát a saját szabályzatunk alapján, igen. Jó, köszönöm. Jó, aki a rendelet módosítással egyetért, az kérem készfeltartással jelezze. Egyhangú igen. Ja, elnézést, bocsánat, akkor csak így megtévesztett. Jó, tartózkodik? Egy tartózkodás mellett. Elnézést, megtévesztett a kéztartás. Következő napirendi pontunk a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Köszönjük szépen. Ugye ez egy többszörösen módosított rendeletünk. Előzetesen el szeretném mondani, hogy véleményem szerint a közeljövőben teljesen új rendeletet lenne célszerű alkotni, mert már annyiszor módosítottuk, hogy jobb lenne egy új rendelet, illetve részben a benne foglaltak elévülése miatt. Jó. A Szociális, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága áttekintve a rendeletet olyan javaslatokat tett, ugye, amit most itt a rendelet módosításba beépítettük. Ez az egyik része, ez az egyik ugye a lakhatási támogatáshoz kapcsolódó módosítás. A részben a képlet, amivel korábban számoltunk, annak az egyszerűsítését mondja maga után. Másrészt a temetési költségek igénylésével a települési támogatás mértékénél
a jogosultsági kör bővítését a mindenkori minimálnyugdíj 300%-ára növelése, illetve a temetési költségek, mint a rendkívüli települési támogatási formánál az összeg 50 ezer forintra növekvénye a bizottság javaslata. A másik rendeletmódosítási ok, az pedig az egyik alapszolgáltatási tevékenységünket, vagy illetve kötelező önkormányzati tevékenységet, alapszolgáltatást átadott félnek a névváltoztatása, ez pedig az, hogy a Hegyhát Evangélikus Szeretett Szolgálat Lakner Aladár Evangélikus Szeretett Szolgálatra módosult, illetve a neve, a feladata és az ellátási köre nem csak névmódosulás, ezt kell változtatnunk a rendeletben, tehát ez utóbbi igazándiból egy technikai kérdés. A magam részéről megfontolásra javasolnám a képviselőtestületnek, hogy a bizottság által javasolt 300%-os mindenkori minimál nyugdíj tekintve a temetési költségek mértékére jelentős változást a korábbiakhoz képest nem eredményez, mert a jogosultak köre jelentősen nem fog módosulni ezzel a 300%-kal. A 2010 óta ugyanennyi a minimál nyugdíj összege. Tehát egyértelmű, hogy időszerű volt ez a változás, egyértelmű, hogy a többi jogosultsági kör bővítésénél is az az egyik alap, hogy ha nem változik ez az összeg, akkor egy nagyobb százalékot határozunk meg, mert a minimál béremelésekkel, a nyugdíjemelésekkel egyre kevesebb azoknak a köre, akik jogosultak, holott a rászorultak köre a energiaáremelésekkel, amit hallottunk az első napirendi pont tárgyalásánál is, az élelmiszer emelésekkel, tehát valójában a rászorultsági kör megnövekszik, amit ezzel a 300%-kal nem feltétlen gondolok, hogy utolérjük. Jó, tehát ennyi megjegyzésem lenne hozzá. Sajnos, és ugye tárgyalni is fogjuk a bizottsági elnököt, tehát sajnos jelen pillanatban nincs Szociális-Kulturális Bizottságának se elnöke, se alelnöke, de a korábbiak, akik még tárgyalták, hogyha esetleg tennének ehhez egy szóbeli kiegészítést, nem muszáj, hogyha nem kell, csak hogyha esetleg. Köszönöm. Hát ugye, amikor ezt tárgyaltuk, akkor még ennyire, tehát nem tudtuk előre a minimál béremelések pontos összegét se, és a drasztikus áremelkedésekre sem láttunk ilyen lehetőséget. Úgyhogy tehát a szociális előadó Nagy Tibor úr által hozzánk intézett kérésére ezeket a pontokat mindenképp javasolni, tehát mindenképp változtatni kell, és ezt én javaslom is, és támogatom is. A 300%-ot akkor nem tudom, mennyire emeljük esetleg. Akkor itt elmúlt. Jó, hát akkor ezt a javaslatot akkor tegyük föl szavazásra 350%-kal. Jó, igazából a másik kettő az technikai jellegű probléma. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, a képviselőtestület tagjainak.
Csak egy kérdés, hogy akkor ebben történt valami kalkuláció, hogy ez a módosítás most körülbelül mennyivel növeli az érintettek számát, vagy csak érzésre emelünk? Igazándiból érzésre emelünk. Tehát egyrészt nem mértük fel, másrészt azt gondolom, hogy ez nagyon nehezen felmérhető, mert attól, hogy valaki jogosult lenne rá, még nem feltétlen igényli. Tehát itt a szociális segélyezésnél, illetve az egyéb ilyen segítségeknél az a tapasztalatom, hogy sokkal nagyobb a rászorultak köre, mint akik igénylik ezeket a támogatásokat, illetve amikor például a most is tárgyalt lakhatási támogatás összegén ugye korábban növeltünk, akkor többszörös felhívás ellenére sem volt olyan, aki adott be kérelmet, hogy a nagyobb összeget kaphassa. Ezt értem, de akkor jól értem, hogy akkor a bizottság alapvetően elfogadta azt, amit a szociális ügyintéző javasolt, és most ugye időközbeni változások miatt vagy jött a polgármester úr módosító javaslata. Igen. Köszönöm. Ehhez a napirendi ponthoz? Jó, akkor a módosító... Terjesztést módosíthatja, tehát mit kérünk eredetiként a 350-et? Akkor eredeti előterjesztésként, mert a saját előterjesztésemet, mint megtudtam, módosíthatom. Úgy tenném fel akkor a rendelet módosítás javaslat, hogy 350% szerepeljen benne. Egyenként a módosításokat? Vagy nem, egybe is? Nem, egybe. Jó. Akkor aki ezeknek a függvényében egyetért azzal, hogy az önkormányzati rendeletünk a települési támogatásról, valamint az egyéb szociális ellátások szabályozásról szólóan az előbb elhangzottak szerint változzon, azt kérem kézfeltartással jelezze. A 350. 350-es. Tehát, hogy ott a 300-at, az 350-re százalék. Jó? Akkor, aki elfogadja, megállapítom, hogy egyhangulag a képviselőtestület elfogadta. A Gyöngyváros önkormányzatának szociális, kulturális és civil kapcsolatok bizottsági elnökének megválasztása. Ugye előzetesen annyi, hogy elnök úr lemondott, így gyakorlatilag nem teljesült az a feltétel, hogy a kürés beltagok, tehát akik a képviselőtestület tagjaiból álló tagok száma nagyobb legyen, mint a külsős tagok száma, 2-2 főre, így gyakorlatilag nem működhet a bizottság, így elnököt kell választanunk. Ezt szintén tárgyalhatnánk zárt ülésen, de előzetesen azt a tájékoztatást kaptam, hogy nem kéri a jelölt úra a zárt ülést, úgyhogy gyakorlatilag én Péter Andrást jelölném bizottsági elnöknek, megnyitnám akkor ezzel kapcsolatban a vitát. Igen? Mivel itt ennek a bizottságnak a működésében azért elég sok vihart értünk már meg, én föltenném azt a kérdést, hogy egyáltalán szükség van-e arra, hogy két külön bizottságot működtessünk. Ugyanis mindig lesznek akkor olyan emberek, akik mind a két bizottság tagjába részt vennének. Másrészt azt is tudjuk, hogy azért van olyan képviselő, akinek a munkahelye elég messze van, tehát hogy onnan két bizottságba visszajárjon, meg még testületi ülésekre is visszajárjon, ez nekem egy kicsit
nem akarok az ő nevében beszélni, de egy kicsit furcsának tűnik ez az elvárás az ő irányába, majd ő nyilatkozik, gondolom, hogy mit gondol erről, de én felvetném azért azt a kérdést, hogy működtessünk egy bizottságot, hogyha ennyire nem fér bele az idejébe képviselőknek, hogy bizonyos tisztségeket ellássanak. Jó, akkor, mert ez két elkülönülő rész, arra, hogy képviselő úr, hogyha elfogadja a jelöltséget és elfogadja a bizottsági elnöki feladatot és a képviselő testület megválasztja, ezzel képviselő úr vállal egyfajta kötelezettséget, az pedig azt gondolom, hogy Gyöngyváros képviselőjeként tételezzük fel, hogy ő ezt el tudja dönteni, hogy ő ezt elvárja vagy sem, és ezt az, hogy szükségünk-e van két bizottságra, vagy egyáltalán szükségünk van egy bizottságra, egyrészt egy bizottság kötelező, tehát egy bizottságnak mindenképpen kell maradni, másrésztről ugye bárki részt vehet a bizottságüléseken, tehát a minden képviselő részt vehet a bizottságüléseken. Harmadrészben igazából a bizottságnak általában pont a Szociális és Kulturális Bizottságnak nem feltétlenül vannak olyan jogkörei, ami indokolná, ha a képviselőtestület azt gondolja, hogy módosítsunk a szervezeti és működési szabályzatunkon, és csak egy bizottságunk legyen, akkor természetesen ezt elő fogjuk készíteni, de ez idáig még nem érkezett ilyen igény. A felvetés az természetesen jogos, azt gondolom, nem érkezett ilyen igény, úgyhogy igazándiból most a jelölt személyéről, illetve a megválasztásáról tudunk dönteni. Köszönöm. Igen, mivel most a nevemben beszéltek én is, tehát nyilvánvaló, hogy a probléma felvetése tőlem érkezett, és nem a feladat alól való kibújás motivált, csak ez egy tényszerű probléma. Hogyha egy adott képviselő testületi anyag kijön hétfőn, és mondjuk csütörtök vagy pénteken testületi ülés van, és közben mindkét bizottságot érintő kérdések vannak, akkor ez viszont egy hét alatt nagyon be tud koncentrálódni. A pozitív összejelzés elsősorban abban motivált, hogy tényleg működőképes legyen az önkormányzatnak ez az oldala is, tehát ez a bizottsági oldala, ugye ennek lenne most majd, ha más nem hó végén vagy június hónapra akut feladata, amire most nyilvánvaló, hogy erről a feladatrészről tudok, de mivel váratlanul ért ez a fajta jelölés, emiatt azért nekem már a naptárom erre a hónapra, meg a következő hónapra is elégtele van, és óhatatlanul merült fel az a kérdés, hogyha ez így marad, akkor azért hosszú távon ez a feladatterhelés, ez nem biztos, hogy hosszú távon is vállalható. Ez csak emiatt. Ugye erre mondtam a alpolgármester asszony felvetésére, hogy ha elfogadja a jelölést a képviselő úr, akkor ő el tudja ezt dönteni, hogy vállalható-e számára a feladat. Ha pedig nem, akkor értelemszerűen nem. Tehát... Most igen, én eldöntöttem, hogy én ezt most elvállalom, de ezzel nem feltétlenül szeretném bekonzerválni ezt a helyzetet, tehát azért attól nyitva hagynám azt, hogy ezt a testület ezen foglalkozzon, és gondolja végig, nem feltétlenül kell azonnal, egy átmeneti időszakot megnézhetjük, hogy hogyan működünk. Nem gondolnám azt, hogy végülis működhet úgy is a bizottság, hogy folyamatosan átadjuk egymásnak az elnökséget, és nem feltétlenül kell egy elnökkel végigvinni a ciklust. Soros elnök lesz a következő alkalommal, mindenkire eljut a szerep egyszer. Emiatt azért ezt kérem, hogy mindenki azért ezt a részét viszont legyen figyelembe. Jó? Köszönöm szépen. Jó, igen, lassan körbeérünk, és akkor minden testületi ülésre lehet ez egy napirendi pont. Igen, így is hozzáállhatunk a kérdéshez. Azt gondolom, hogy, hogy a munkaszervezés részét, ami egy, tehát a bizottsági elnöksége esetén
problémaként felmerül, azt megpróbáljuk kezelni. Tehát a korábbi bizottsági elnökök részéről nem, vagy tudtommal nem érkezett olyan megkeresés, hogy a